Tetemes bírságokra számíthatnak azok a kereskedők, akik átverik a fogyasztókat. Ezt Márcsél Csoláku miniszterelnök közölte, azt követően, hogy a nyugaton már meghonosult trend, az úgynevezett zsugorinfláció a romániai kereskedelmi egységekbe is eljutott. Rendkívül találékonyak tudnak lenni a cégvezetők, amikor a bevételeik, illetve a profitjuk maximálására összpontosítanak. Ezúttal egy nagyon hatékony trükkhöz folyamodtak. Mivel tudják, hogy a fogyasztók leginkább az árakra összpontosítanak, a különböző termékek árát nem emelték meg, viszont csökkentették a mennyiséget. Így például az eddig 2 literes mosópórt, amit eddig 50 leért forgalmaztak, továbbra is 50 leért lehet megvenni, de másfél literes kiszerelésben. A trükk miatt nagyon felháborodott a miniszterelnök. Úgy tűnik, hozzánk is eljutott ez a jelenség. Egyes kereskedők csökkentették a termékek mennyiségét, de az árakat magas szinten tartották. Úgy vélem, ez a fogyasztók megtévesztését jelenti, és burkolt áremelésnek számít. Kérem az összes ellenőrző szervet, hogy sürgősen lépjen fel ez ellen, és ezzel párhuzamosan pedig készítsünk elő egy szabályozást francia mintára, amelynek értelmében a gyártókat kötelezzük arra, hogy látható módon feltüntessék, ha csökkentették a termékek mennyiségét, de az árát nem mérsékelték. Azok, akik ezt nem tartják be, pedig kemény bírságokra számíthatnak. A trükkre egyes fogyasztók is ráeszméltek, a reklamálásra az áruházláncok képviselői azonban azzal védekeznek, hogy a csomagoláson szerepel a termékek egységára és a mennyiség is, így nem merülhet fel a vásárlók megtévesztése.